Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. És itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Kijelenthetjük-e azt, hogy továbbra is oldalazó mozgást végez az aranyárfolyama, hiszen nagy kilengéseket mostanában legalábbis nem láttam az árfolyamban. Hát oldalaz, illetve gyengélkedik az aranyár. Az utóbbi hetekben azért láttunk erőteljes gyengülést is, hiszen az ukrajnai háború kezdetén óriási pánik uralkodott még a lakosságban és a befektetők körében, és ennek hatására akkoriban meg sokszorozódott az arany, mint vésztartalék iránti kereslet, és ez pedig ahhoz vezetett, hogy az árfolyam kilőtt az egekbe. De hát ahogy ilyenkor lenni szokott, a piaci reakció az azért jócskán túlzott volt, legalábbis ez így utólag így tűnik. A sárga nemesség mértékelése irracionálisan eltávolodott a fundamentális realitásoktól, és amikor ez az extrém kereslet a háború első hetei után visszatért a normalitáshoz, akkor azzal együtt azért az aranyjegyzése is visszatért a háború előtti árszintekre. Viszont ebben a visszatérésben, ebben a visszakorrekcióban legutóbb már szintúgy túllengett az inga, mélyebben jött vissza az aranyár, mint ami indokolható lenne erős dollárral vagy kamatemeléssel a tengeren túlon, ezért most egy felpattanást látunk 1800 dollár alól 1900 dollár irányába, ebben a pillanatban 1860 dollár környékén jár a jegyzés. Hát összegezve leginkább az állapítható meg, hogy jelentős a bizonytalanság a befektetési piacokon, idegesek a piacok, medvepiac fenyeget a részvényeknél, nehezen emészthető koszt a kamatemelésekből, erős dollárból, inflációból, gazdasági stagnációból, geopolitikai feszültségekből álló menü, amit most feltállalnak a befektetőknek. Úgyhogy ebben a helyzetben tulajdonképpen egyfajta iránytalanságot és iránykeresést lehet mondani, hogy oldalazást látunk az aranynál egyelőre bizonytalan kimenetellel. Említette, hogy a háború kezdetén extrém módon megugrott a kereslet, ugye az arany, mint befektetési termék, mint virtuális arany iránt is, meg a fizikai arany iránt is. Most hogyan alakul a kereslet? Lehet mondani, hogy normalizálódott az az extrém állapot, ami a háború kezdeti napjaiban tapasztalható volt, már elmúlt, de azért továbbra is nagyon intenzív a kereslet, főleg, hogy legutóbb azért mélyen visszajött az aranyár, megjelentek azok a vevők, akik a ralliból korábban kimaradtak, akik egyébként úgy gondolják, hogy a mostaninál magasabb aranyár lenne indokolt, különös tekintettel az inflációra és hát a fennálló veszélyekre a világban. Nagy a bizonytalanság, hogy hova fog kiukadni ez a háború a szomszédunkban, milyen hatása lesz ennek Európára, a gazdaságra, az inflációra, az energiaárakra, a ellátási láncokra, a világpolitikai erő egyensúlyra. Tehát mindent egybevéve sokan arra számítanak, hogy ennél még magasabb aranyár is jöhet az elkövetkezendőkben, van mit bepotolni az aranynak, és az alacsonyabb árszintet bevásárlásra használták, úgyhogy továbbra is élénk keresletről lehet számot adni, korábbi évek átlagait messze meghaladjuk most is. De hát a március elejé extrém állapotokhoz képest azért nyugodalmasabb most valamivel. Világos, és beszélt ugye a medvepiacról, amely gyakorlatilag beköszöntött az Egyesült Államokban, tehát Európában is trendszerűen esnek azért a részvényindexek, ugye ennek egyik oka például, hogy egyre vonzóbbak lesznek a kötvények, állampapírok, az arany önmagában ebből a helyzetből is gondolom profitálhatna, tehát hogyha a részvények iránti érdeklődés lanyhul. Összességében még arra lennék kíváncsi, hogy ugye a Fed elkezdte a szigorító monetáris politikáját alapkamat emelés formájában is, augusztusig 2%-ra is felmelt az alapkamat, de most már az LKB is az várható, hogy emelni fog júliusban. Ez milyen hatással lehet az LKB, hát elindítandó ciklusa az aranyár folyamára? Azt gondolom, önmagában különösebb súlya nincs azért az LKB-nak, ami meghatározza az arany világpiaci árfolyamát, az nyilvánvalóan a dollár árfolyam alakulása, a dollár erőssége vagy gyengesége, és hát az amerikai kamat politika, ami annak hátterében húzódik. Hát az, hogy az Európai Központi Bank és a világ többi jegybankja követi a Fedet, ebben nincs semmi újdonság, ez benne van az árakban, erre már felkészült a piac.
úgyhogy én azt gondolom, hogy sok újdonságot ez nem jelent. Hát amire figyelni kell egyértelműen az a Fed kamatpolitika, nyilván ez van az egyik legnagyobb hatással az arany iránti befektetői keresletre, az infláció, a háború, ez inkább erősíti a befektetői keresletet, míg az emelkedő kamatok elvonnak tőkét az aranypiacáról, de ne tévesszük szem elől az ékszerpiacot sem, mert az tulajdonképpen továbbra is a legnagyobb szegmense a sárga nemes fém iránti keresletnek. Ott egészen más hatások érvényesülnek. A háborúk és a válságok nem igazán kedveznek az ékszerpiacnak. Ilyen válságos időszakban inkább azt tapasztaljuk, hogy kevesebb ékszer szokott fogyni a világban, és hát az egy nagyon szezonális történet az ékszerpiac, a házasságkötési szezon, ajándékozási szezon, kínai holdúj év, ezek a év második felében szokták elsősorban kifejteni a hatásokat. Mondjuk a kínai zero covid politika sem kedvez, akkor mondjuk a házasságkötéseknek és így az ékszerpiacnak. Hát ez teljesen egyértelmű, a kínai ékszerpiaci statisztikai adatok azok a mélyben vannak jelenleg a Covid politika miatt Kínában, a karanténok, a lezárások miatt, ez kétségtelen. Ugyanakkor, hogyha ebben javulás áll be, akkor valószínűleg lesz mit behoznia a kínaiaknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel, az elmúlt percben Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Szép napot viszont hallásra! Köszönöm én is, viszont hallásra. Hamarosan közlekedési információkkal, 8:30-kor pedig gazdasági hírekkel jelentkezünk. Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.